a pupipea que te lleva a la marea. No, 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 porque ella es tan fea, tiene cara de batea. No, 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 no. Requete, requete, un chamizo pa' los tres. No, 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 no. El Loro y la Lora se fueron a bailar. No, 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 no. El Loro se perdió, la Lora se perdió. No, 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 no. El gallo se perdió, la Lora se perdió. No, 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 no. Mamacú, mamasá, macú, macumasá. No, 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 no. Pollitos dicen pío, pío, cuando no, 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 tienen frío, la gallina busca el maíz en frío, lleva la vida sola, debajo de sus alas acurruca, dentro del melocón, no, no, la sopa no, de lentea, la sopa de Bob Gulash, Bob Gulash, Bob Gulash, Bob Gulash, Bob Gulash, no, 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 costo mega Bob Gulash, no, 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 Española, no, 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 éppen itt vagyunk a Panyolai tájházban. Mit láthatunk itt a kiállítás keretén belül? Terkababák fel vannak öltözve Szabolcs megyei viseletekben. Itt jelen pillanatban nyírségi lányok vannak, eladósodban lévő lányviseletek láthatók, illetve tirpák és ajaki egy pár. Ezek a ruhák, amik kis méretben elkészülnek, ezek el is készülnek nagy méretben is? Természetesen elsődlegesen én viseletvarrással foglalkozom, és innen jött ez az ötlet, hogy jó volna minél több viseletet megmenteni, mert nem mindenki tudja azt, hogy mi a hétköznapi, az ünnepi, és hát a templomba járós, a báli viseletek külön vannak. Akkor most elemezzünk ki egyet, jó? Valamelyiket keressük meg. Ott van például az a lány, akinek van egy köcsög a kezében. Ezt elemezzük most, hogy ő ki pontosan is, hogy mit csinál. Ez egy élpataki viseletben van ez a lány elfelöltöztetve. Van egy mutogatópálcám is van. Prezentációs eszköz. Ugye nagyon sokan furcsálják azt, hogy lányok is hordtak fejkendőt. Természetesen azért a lányoknál is megvolt az, hogyha hideg volt, szél volt, szárnyáron is azért nem csak hajdonfőn, és nem csak az asszonyok, vagy nem csak a hajdonfőn jártak a lányok, és nem csak az asszonyok hordtak fejkendőt, a lányok is ugyanúgy. A fejkendő alatt, de most megcsinálhatunk egy olyat is, hogy levetkőztetjük. Na hát akkor legyen izgalmas a műsor. Fejkendő alatt egy úgymond tarkókontyot. A lányoknak általában két fonatból csinálták a tarkókontyot, asszonyoknál pedig csak egy kontyot, vagyis egy fonatot kötöttek fel. Tehát akkor ő még eladósorban van. Ő még eladósorban van. Annak idején ugye minden rajta volt a viselete, mindent hordtak a személyigazolvány itt volt rajtuk, szóval az eladósorban... A köcsög a kezében az mit jelképezett? Az semmit, az egy dísz, de különben ezt barátnőm, egy fazekas barátnőm Szulonics Elvira készítette, ez is ugyanúgy hitelesen, ugyanolyan méretarányosan van lekicsinyítve, mint a ruhák, illetve mint terkababa. Semmi nem stilizált, sem a ruhaanyagok is úgy vannak összeválogatva, hogy ami itt apró mintás, az a nagyban, az élőben is apró mintás volt. Hát levesszük róla a blúzt, na most ez egy nagyon... Kezd izgalmas lenni. Nagyon ritka alkalom, mert hogy ezeket azért férfi szem nem nézhette.
és de hát Terka baba megengedi ezt. Azért nem veszünk le mindent, mert az jó. Személyre megmarad. Addig megfogom a kezdet, jó? Hát, ami ugye meglepő a gyerekeknek, hogy ugye ilyen madzaggal működik a szoknya, és nem gumival, cipzárral vagy gombbal. És akkor itt van alatt egy alsó szoknya, ez ugye csipkés alsó szoknya, mert itt pénz volt. Csak azok, igen. Csak azoknak volt csipkés alsójuk, akik ugye meg tudták ezt fizetni. Itt azért nem volt kézzel készített csipke, mert hogy ez a nyírségi lány, illetve nyírségbe volt itt csipkét, szallagot, meg díszítéseket használtak. Ugyanúgy, mint az anyag is bolti volt. Na, ezt már nem vesszük le. Egyedül is fehér nemű ez volt. Ez egy ingaj, egy kombiné. Ez alatt bugyit, meg ilyeneket nem portak a lányok. Úgyhogy ez izgalmas. Csak ennyi látható. A feliratokat érdemes majd, ugye, valamennyire a magunk ízességével van, ahogy a bácsi elmondta nekünk, úgy vannak felírva, megpróbáltuk, amennyire csak lehet a hitelesen elmondottakat leírni. És elképzelhető az, hogy a közeljövőben mondjuk a lányok ilyennel fognak babázni, nem pedig Barbie babával? Tehát lehetséges, hogy ez egy ilyen jövőkép lenne? Hát én nagyon bízom benne. Vannak már visszatérő, mert különböző játszóházakat szoktam ilyen rendezvényeken. Minden egyes kiállításon van baba öltöztetés, amit most láttunk. Vetköztetés. Hát igen, igen, most még csak a vetköztetés volt. A kislányok szokták ezt általában feladni, ugye megtanulják a megkötés, szoknya megkötést. Volt már olyan kislány, pontosabban van is egy baba, amit már megvettek kislánynak ajándékba, és rendszeresen egy babát vettek meg egy rendruhával, és továbbiakban karácsonyonként az újabb és újabb viseletet rendelik hozzá.